Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Mai műsorunkban Esterházáról, Haydnről és a zenéről beszélgetünk majd. Tartsanak ma is velünk! Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. A művészek és a kultúra támogatását a régi korokban elsősorban a főnemesség engedhette meg magának. Az ilyesfajta pártoláshoz azonban nem csak pénzre volt szükség, de olyan emberekre is, akik műveltek, világlátottak és művészetkedvelők voltak. Az Esterházyak családjában pedig mindig akadt ilyen ember. A leghíresebb közülük Esterházy Fényes Miklós volt, a fertődi kastély ura, amely fénykorában a kultúra és a muzsika fellegvára volt. De a hercegnek már az ősei is hatalmas vagyonokat áldoztak a templomi és világi zeneélet felvirágoztatására. Amikor Esterházy Fényes Miklós 1762-ben nekifogott átépíteni atyai örökségét, a fertődi kastélyt, talán maga sem gondolta, hogy egy csodát hoz létre. Ám az épület és a hercegi udvar nem csak szépségének, pompájának köszönhette hírnevét a maga korában, hanem a zenének is. A felvilágosult és a nagyon művelt Miklós herceg ugyanis nem csak az építészet és a képzőművészet lelkes híve volt, de a muzsikájé is. Nem csak könyveket és képeket, de kottákat is gyűjtött. Állítólag kitűnően játszott a bariton nevű hangszeren, támogatta a művészeket, saját zenekart alapított Haydn vezetésével, és operaházat, marionett színházat és állítólag kottapapírgyárat is építetett birtokán. Esterházy Fényes Miklósnak a zene szeretetét volt kitől örökölnie. Ősei között szép számmal akadtak, akik nagyon sokat tettek az egyházi és a világi zene felvirágoztatásáért. Fényes Miklós dédnagyapját, Esterházy Miklóst úgy emlegetik, a zenei együttes megteremtője. Igaz, ő még csak trombitásokat és dobosokat foglalkoztatott. Fia, Esterházy Pál Nádor azonban már életre hívta az első jelentős templomi együttest a kismartoni kastélyban. A zenészeket Bécsből hozatta, de sok fiatalt is kiküldött Bécsbe, hogy ott tanuljanak zenét. Esterházy Pál volt az, aki 1711-ben kiadatott egy 55 egyházi kantátából álló gyűjteményt. A Harmonia Celestis a magyar barokkzene első dokumentuma lett. Közben fejlődött az együttes is. Az Esterházy udvar első jelentős komponistája a bécsi Gregor József Werner lett, aki majd 40 éven át egészen a haláláig, már Esterházy Pál Antal idején dolgozott a családnak. Ez a herceg is értett a zenéhez, jól játszott hegedűn fuvalállanton, és emellett szenvedélyes kottagyűjtő is volt. Amikor Werner 1766-ban meghalt és Haydn vette át a zenekart, már Esterházy Fényes Miklós volt a herceg. 1762-ben bátyja halála után örökölte meg a címet, a vagyont, a kismartoni meg a fertődi birtokok vezetését és a muzsikusokat is. A hercegi udvart 1766-ban költöztette át Fertődre, a csodálatos Esterházy kastélyba, amit egészen haláláig építgetett. Ez az időszak volt a legjelentősebb korszak zenei tekintetben az Esterházyak életében. Fényes Miklós herceg mindenben és minden eszközzel támogatta Haydn munkásságát, sőt, elhozta neki az udvarba Bécset is. A 18. század barokk rokokó pompájában felépített operaház, az előadások, a zenészek, a szerződtetett német színtársulatok, valamint az olasz és francia balettáncosok a császári főváros kulturális életét idézték és hírnévre tettek szert. Még Mária Terézia is ellátogatott Esterháza operájába. Amikor Esterházy Miklós 1790-ben meghalt, Haydn, aki bár formálisan haláláig udvari karmester maradt, megvált a szolgálattól. Esterházy Antal az apja halála után ugyanis feloszlatta a zenekart, és a fertődi kastélyt is elhagyta a család. Fényes Miklós unokája azonban Kismartonban később újjászervezte az udvari együttest. Feleségének névnapjára minden évben új misét rendelt, ennek köszönheti a világ Haydn 1796 és 1802 között komponált 6 miséjét. 1802 után Haydn már semmiféle kapcsolatot nem tartott az Esterházy családdal. Utódja Johann Nepomuk Hummel karmester és zeneszerző lett. Még utoljára felvirágoztatta a hercegi zenekart, ám ez már meg sem közelítette a régi idők nagyságát.
Sok szeretettel köszöntöm itt az Echo Televízió stúdiójában Rácz Mártont, karmestert, művészeti vezetőt. Jó estét kívánok, köszöntelek, szervusz. Jó estét kívánok. Vajon más fűri családok is ennyire támogatták annak idején a zenét, a muzsikát és a kultúrát? Gyakorlatilag a magyar arisztokráciának a nagyobbik része nem igazán tehette meg ezt ilyen mértékben. Ugye a történelem folyamán az Esterházy családnak a gazdasági és politikai szerepét a hitbizomány rendszer alapozta meg, amit mondjuk egyszerűen úgy lehetne összefoglalni, mint egy mai monopoli játék. Tehát gyakorlatilag nyertek valami földet vagy várat valahol, amit elcserélgettek, és így egy centralizált rendszert építettek ki. Nyilvánvaló, hogy mind a műgyűjtés, mind a kastélyok szépítése, ez már egy személyes és egy családi neveltségi vonás volt, de mindenképpen ebben ők élen jártak, de ennek megvolt a gazdasági bázisa. Voltak más törekvések is, mint tudjuk az ország és Erdély különböző részein, de általában ezek egy vagy két objektumra, vagy egy rövid időszakra, amikor is gazdasághoz sikerült, vagy történelmileg volt rá lehetőség. Támogatták is a muzsikát, de említetted azt, hogy gyűjtők is voltak. Gyűjteménynek talán az egyik legjelentősebb darabja a Harmonia Celestis volt. Mi ez pontosan? A Harmonia Celestis azért egy érdekes dolog, mert ugye itt most még a Fertőd előtti korszakról beszélünk. Az 1600-as években ugye Esterházy Pál Nádor részt vesz az Zrínyivel a török-rányi csatározásokban, és ő erősen Zrínyi János. Én még nem szeretnék a történelem berkébe belemenni, de nagyon érdekes, hogy a Budavár visszavételénél nincsen ott. Tehát ő valamiért kivonja magát ebből az egész dologból. Ugye nagyon nagy csalódásai vannak ebbe a császári kontra magyar-magyar kontra magyar történetben, és ő a 700-es évek elején visszavonul Kismartonban, és gyakorlatilag ugye ő jezsuita iskolába járt Nagyszombatra, egy nagyon komoly irodalmi és kulturális jezsuita műveltsége volt, tehát ő ilyen vallási gondolkodásokat, verseket, ilyeneket írt és gyűjtött, de mint abban az időben legtöbbször a maguk az arisztokraták ugye tartottak házi költőt, házi zeneszerzőt, stb. Tehát ebben a folyamatban ő ezzel foglalkozik az 1700-es évek elején, ugye 13-ban, tehát jövőre lesz 300 év, vagy meghal, és ebben az utolsó 20 évében ő egy ilyen nagyon meditatív és pont műgyűjtéssel foglalkozik, és ebben az időszakban állítódik össze a Harmonia Celestis, amelyik a legjobb tudomásunk szerint jelenleg gyakorlatilag feltételezhető, hogy nem Esterházy Pál műve. Ugyanis Esterházy Pálnak megmarad egy listája, amiben az ő virginálon való játszóképességében fel vannak sorolva azok, amiket tud játszani, ez egy nagyon elavult és nagyon, nagyon elavult kultúra és nagyon szűk lista. Ez valószínűleg egy gyerekkori püntyögős tanulmányok voltak. Ő rettető széleskörű diplomácia és műveltséggel és igényszinten rendelkezett, de valószínűleg maga nem volt akkor a zeneművelő. Tehát az Esterházy Pál, a Harmonia Celestis most egy kicsit illúziórombolóként azt lehet mondani, hogy az Esterházy Pál kedvenc nótái, templomi nótái, meghangszerelve valószínűleg a saját házi zeneszerzőkkel, akik a több ilyen komponista és egyben zeneszerző, organista, hegedű művész volt akkor ebbe a kis Esterházy kapellában, akik ezt valószínűleg kidolgozták. Tehát valószínűleg a részmunkákat nem ő végezte, tehát a felhőt és az angyalt, mint Leonardo-nál vagy Raffaello-nál nem Raffaello festette, csak a fő alakot. Vajon miért volt az fontos, hogy egy ilyen fűri családnak saját operaháza, saját zeneszerzője, saját kórusa legyen? Ugye Esterházy Pál volt az első, aki az Esterházyaknál levő katonazenekart, a toronyzenészeket, ugye ezek teljesítettek szolgáltatott zenekart, és ezt a pár hegedűst és énekest, aki a templomi, tehát itt mindig az elsődleges a templomi és a liturgiai szolgálat, a maga igényszintje és mély vallásossága alapján elkezdi bővíteni, de olyannyira, hogy nagyon fontos szerepet szán a környező falukban és városokban élő zenészek, egyéb úgymond polgári vagy céghes emberek gyerekeinek, akiket neveltet Bécsben, vagy Bécsből hoz hozzá egy zenemestert. Tehát ő kezdi el az 1600-as évek legutolsó éveiben azt a szakszerű nevelést, hogy legyen egy helyi előadóítás, egy kapella, egy zene, egy templomi szolgálat, való zeneegyüttes, és tulajdonképpen ez bővül ki az 1700-es évek első, itt mindig az adott herceg után jön a következő, a fia, és akkor gyakorlatilag itt mindig a hercegi családban lévő trón öröklés, és mindig a meghatározó, mert úgy kerül oda Haydn is a Fényes Miklóssal, tehát ugye bekerül Werner, mint udvari komponista és kapellmester, és gyakorlatilag ekkor 1700-as évek első évtizedében, vagy bocsánat, második 20-20-20-as években gyakorlatilag elkezdődik a zenekar bővítése, a kórus bővítése, általában olyan embereket vesznek föl, vagy olyanokat képeznek, aki egyszerre hegedül is, meg énekel is, tehát amikor szükség van, akkor hegedül, amikor szükség van, akkor a kórusban énekel, és így elindul egy helyi
komolyabb zeneilet, amely minden műfajban van. Ugye Werner egy elég érdekesen elfejtett szerző. Igazából az ő munkásságát a mai napig lexikonból tudjuk, nagyon-nagyon kevés anyag van felvéve, és nagyon keveset ismerünk igazából. Tehát nagyon komoly switch-sorozatokat, tánc-sorozatokat, udvari zenéket, óriási oratórium mennyiséget írt, és ezek közül még egy pár volt az én kezemben, és elég nívós darabok is vannak. De nyilvánvalóan az ő tevékenysége az akkori Európa határán, tehát szélén egy pár évtizede lettünk megint Európa, ugye a török elmenésével, azért eléggé picit elmaradott, de ebben az értelemben ugyanúgy érdekessé válik, mint mondjuk egy akkori időben lévő észak-német, porosz vagy olasz zeneszerző, tehát ők is periférián voltak sok esetben. És vajon mi lehet annak az oka, hogy Wernert ennyire elfeledtük? Talán Haydn érkezése? Hát nyilvánvalóan ez mindig így van, de a történelem vagy a művészet történet általában azt mutatja, hogy vannak manierista és klasszicista korszakok. A manierista korszakban lévő olasz festőket gyakorlatilag a Caravaggiót tudjuk, de a mellette lévő másik 10 zsenit nem ismerjük, mert olyan időszakban alkot, ami egy ilyen kusza, művészettörténetileg vagy zenetörténetileg kusza időszak, nincs kialakult stílus. Tehát érdekes, nagyon különböző a képei. Szemben egy Michelangelo vagy Raffaello vagy Leonardoval, ahol kiteljesedik a stílus, megnyugszik, és van egy korszak. Vagy ugye ez a barokra, vagy mondhatnánk bármelyikre. Tehát minden zeneszerző, miért Carl Philipp Emanuel Bachról tudunk, igazából őt is elfejtettük, pedig egy ugyanakkora kategóriás zeneszerző, de nagyon érdekes és nagyon-nagyon attraktív művei vannak a Wernernek, ami valószínűleg még felfedezésre vár. Werner bár nagyon sokáig szolgált Eszterháziaknál, és Haydn hogyan került oda hozzájuk? Haydn ugye mint szintén Eszterházi gyerek, vagy a környékben lévő, ő fölkerült egy idő után ilyen kapcsolatok révén a Stephansdom gyerekkórusában, majd ugye nagy szegénységben tanul az akkori mestereknél, Porporánál, és elkerül egy grófi szolgálatba Csehországba, és tulajdonképpen ilyen ajánlások révén a Fényes Miklós, mint tehetségesnek látszó agilis fiatalt, megveszi. Tehát felkéri, hogy hát legyen ő a komponista, nyilvánvalóan az akkori darabja és a híre akkor már egy igényes, jó alapos, hát ő alapvetően egy paraszti származású gyerek volt, tehát ő rendesen kaszált kapált, tehát ő dolgozott, mint zeneszerző, nem hebrencskedett és hóbortoskodott, tehát meghívja, hogy dolgozzon. Ez akkor még nem volt egészen biztos, hogy ő marad vagy nem marad, és nyilván ma a tevékenysége és az a fajta kreativitás és az a fajta lángelme, de mind szervezésre, mind próbálásilag, tehát itt nem csak mind zeneszerzőről beszélünk. A Wernernek egy nagyon szofisztikus és alapos létezése volt, de ő egy elég konzervatív és valószínűleg egy nem annyira kellemes ember lehetett. Tehát ő egy olyan zárkozott személyiség volt. Ez nyilván a fiatal és az agilis hercegnek nem volt annyira szimpatikus, és ő akkor öreg volt, és másodkapermeisterként fölveszi a Haydnt, amikor egyértelmű az, hogy itt a zenei trón váltást következik a hercegi trónváltás után. Miközben készültem itt a műsorra, találtam egy idézetet, amit most felolvasnék, míg Haydn tevékenységének középpontjában a világi hangszeres műfajok és az operák állottak, addig Werner mindenek előtt az egyházi zene repertoárjának gyarapításán fáradozott. Vajon ez is közrejátszhatott abban, hogy Haydn és Werner között konfliktus összetűzések voltak? Gyakorlatilag a konfliktus az nem, de az alapvetően a szemlélet, tehát ez egy olyan generációs probléma, hogy egy akkor 21-22 éves vagy 20 sok éves ember, meg egy majdnem 70 éves ember között ebben az időszakban már óriási a generációs különbség zenéleg, és nyilvánvalóan Werner az egyházzene mindig is úgymond elmaradott, tehát mindig is egy kicsit konzervatívabb volt, de gyakorlatilag itt 1760-as években történik meg ugye az óriási váltás, amiről a történelemben is mindent, ez az egész rokokó. Tehát egy világ változik meg, egy világ kezd el recsegni, ami ugye a francia forradalomhoz vezet, és ennek különböző válfajait. Tehát a két ember között már egy olyan generációs különbség van, ami nem csak időben mérhető, hanem alapvetően szemléletben is. A Haydn életművének a kialakulása az Fényes Miklós építkezéséhez köthető. Tehát a Fényes Miklós nem építkezik Fertődön, és Eszterháza pontosabban, és Eszterházán, akkor gyakorlatilag Haydnból is egy templomi komponista kellett volna lennie Kismartonban. Tehát a Wernert a saját kenyéradó gazdája, aki a templomban való szolgálatra és a nem kényszerítette, nem ezt adta a feladatául, szabta meg az útját, hogy az oratóriumban és ebben a műfajban és ebben a liturgikus oratórium előjáték, liturgikus témájú, meg ilyen évszak témájú zenékben tevékenykedett. A Haydn nyilvánvalóan Fényes Miklós
jóértelmű megalomániája és kreatív zsenie határozta meg, aki épít számára egy operaházat, épít számára egy marionett színházat, épít számára egy zenekart, ahol persze minden emberért meg kell harcolni Haydnnak, de ad egy lehetőséget, egy teret arra és egy igényt arra. És itt a fontos az, hogy mindig az igényt, mindig a munkáltató határozza meg ebben az esetben az arisztokratáknál is. Gyakorlatilag ma is az igazgató megmondja, hogy mit kell csinálni a beosztottnak. Tehát ebben az esetben egy ilyen viszonyról beszélünk. Itt van egy beosztott munkáltatói viszony, hogy naponta kellett a Haydnnak jelentkezni a hercegnél, és beszámolni arról, hogy ezt próbáltuk, azt próbáltuk, ezt írtam neked, drága a baritonra, holnap után lenne a szimfónia bemutatója, egész jól állok az operával, a herceg megdolgált, hogy ne egész jól állj, hanem jövő héten legyen kész, mert jön a nem tudom kicsoda vendégségbe. Tehát egy nagyon komoly napi robot volt, napi tizen sok órás munka Haydn részéről, és a zenészek részéről is. Haydn milyen műveket írt Eszterházán? Tehát az ő tevékenység Eszterházáról, ugye a hercegnek szánt bariton triókontól kiindulva egyéb kamaraművek, de például a délutáni pihenő alatt lévő divertimentokat, amit a szomszéd helyiségben páran játszottak, ugye az operák megírásáig, a szimfóniák megírásáig, ugye magának írja a versenyműveket, meg a kollégáinak, de elsősorban ugye neki a mindenkori színházi szolgálat volt, ami ugye amiben nem Haydn, hanem az akkori olasz és bécsi operairodalom egy nagyon komoly százaléka, tehát évi, hát persze vannak adataink bizonyos évekről pontosan, de van olyan év, amikor gyakorlatilag minden másik nap előadás volt. Ezeket a műveket egyébként megrendelésre írta? Vagy saját keftelésből? Hát az év gyakorlatilag pár évente ír egyet, a többit azt ő betanítja. Tehát ezek azok, amikről a beszélgetésre én beszéltem, hogy jön Bécsből, jön Velencéből, Nápolyból jönnek ezek az olasz, alapvetően olasz típusú operák, és ezek későbbi időszakban egyébként már Franciaországból is föltűnik egy-két dolog. Tehát föltűnik az új zene a 80-as évek végén, gyakorlatilag ő betanító karmestere és karmestere egy operatársulatnak. Tehát ő egy üzemelő karmester, aki egyébként ír is. Hány saját karrierje szempontjából megérte neki, hogy Eszterházára került? Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag egyik szempontból azt mondhatnók, vagy a mai gondolat szerint nem, mert elvermelte magát vidéken, nagyon bezárva. Ő nem nagyon tudott Bécsig is, csak a téli időszakban tudott elmenni, esetleg tárgyalni az emberek. Viszont ez adott arra lehetőséget, önmaga leírja, hogy lehetőséget adott arra, hogy a hercegnek élvezte a bizalmát, hogy kísérletezzek. Tehát ez leírja maga, hogy kipróbáljak minden olyan hangszint a saját zenészeimmel, és mindent. Arról, hogy mi jó, és nekem mindig újnak kellett lenni, mert minden nap újat kellett mutatnom a hercegemnek. Tehát nem értem rá azzal, hogy ugyanazt tehát nem ért rá arra, hogy ugyanazt a trükköt el minden darabba elsüsse, mert átment egy másik városba. Vajon volt annyira ismert ott Eszterházán, vagy Eszterházának köszönhetően, mint hogyha mondjuk Bécsben szolgált volna? Ez nem meghatározható, én azt gondolom, hogy a művészet és a karriernek a kapcsolata, vagy hogy mondjam, az igazi mély művészet meg a karrier kapcsolata nagyon erősen pszichés kérdés. Tehát egy Mozart az utazásai nélkül és ezzel a családi háttér nélkül nem lett volna Mozart. A Haydn pedig Eszterháza nélkül és emiatt az óriási alkotó, tehát ez egy nagyon kreatív kapcsolat volt a herceg és ő között, ez egy nagyon komoly, nem lehetett barátság, de ez valószínűleg, ha a mai korban egy nagyon komoly barátság lett volna, tehát gondolom minden délután mentek volna sörözni és squasholni, hogyha ma lennénk. Tehát ők nagyon-nagyon, ez egy nagyon bizalmi rendszer volt, nyilvánvalóan ő írja a londoni években, hogy van az, hogy ő még mindig csak a szolgalépcsőt használhatja a kastélyban, miközben a lovakat kifogták el Londonban. Tehát Haydn szembesül azzal a kérdéssel, hogy gyakorlatilag itt ez egy furcsa helyzet, de élete végig, mint alapvetően paraszti sorból származó ember, a legkegyelmesebb hercegeként szolgálja és alázattal kéri a herceget. Tehát ő azért tisztában van azzal, hogy ő disznópásztor lett volna idézőjelbe, vagy egy földművelő ember, hogyha őt nem emeli ki a herceg, és nem támogatja azzal, hogy énekes fiú legyen, és aztán utána nem. Tehát ő tudja ezt a helyét. Viszont azzal is tisztában van idővel, tehát a 70-es évek vége fel, 80-as évek elején, amikor ugye elég sok külföldi arisztokrata, de zenész is megfordul Eszterházán, akkor ő tisztába kerül azzal, hogy gyakorlatilag ő mit ér, és a darabjait elkezdik másolni, és nagyon nagy szinten terjeszteni, és elkezdik kiadni is. És nagyon küzdő azért, hogy a kalóz publikációkban például ne adják ki rosszul Franciaországban vagy Németalföldön hibás előkékkel, trillákkal, és ő aztán elkezdi ezt nagyon, mint egy korai jogvédő elkezdi védeni a saját műveit, és ebben elég szép, és ez az időszak, amikor ő már igazából tiszteltbeli, tehát ő már nem dolgozik a 90-es években, ugye Londonban van, itt van, visszahívják, de igazából ő egy égköve a hercegi gyűjteménynek, és örülnek, hogy ő valahol ott van, mert addigra ugye Fényes Miklós meghal, és már nem is annyira érdekes az ő napi tevékenysége, mert az új herceg által nincsen igény
a napi operai létezés részvenői szolgálata. Vajon Eszterházát a korabeli zeneértő, zeneszerető közönség mennyire ismert el? Annyit lehet konkrétan tudni, hogy a József Martin Krausz egészen a stockholmi Gusztáv király megbízásából érkezik Eszterházára és Európába, hogy gyűjtse össze a legjobb zenészeket, és a két kürtös, aki egyébként trombitás is volt, annak az elcsábítása miatt érkezett Eszterházára. Nem elsős, nyilvánvalóan jó jött neki, hogy a Haydn is itt volt, megmutatta a darabjait, nagyon-nagyon egész életében mutogatta azt a levelet, amit, vagy ajánlást, amit a Haydn ír, hogy ez egy jó darab, de alapvetően azt tisztázni kell, hogy ő azért jött Eszterházára, hogy elcsábítson egy-két zenészt Haydn zenekarából. Tehát azzal mindenki tisztában volt, hogy Eszterházi és Haydn egy olyan zenekart épített fel Eszterházán, amelyben csábításra méltó és érdemes zenészek vannak, mert azok nagyon sokat fognak majd az új helyen is adni. Ez természetesen nem sikerült. Tehát az érdekes, hogy látszólag nem jó gazdasági kondíciók mellett mégis ezt a fajta lelki zenei közeget választják a zenészek. Ezek olaszok alapvetően meg ezt a fajta, valószínűleg itt volt valami, amit mi most már nem érzünk ebből. Volt egy aura, volt egy ilyen teremtési pillanat, amit az igazán kreatívak, mint a Tomazini, vagy a Krafta csellista, vagy a Haydn, tehát ezek nagyon komoly barátságok, és ugye sok levelezés, vagy Haydn sokszor védi, amikor részegen verekedtek ezek a faluban. Tehát itt azért ők is éltek, nem csak dolgoztak. De tehát ilyen szintű volt, és ugye Mária Teréziának a híres mondását azt ismerjük, hogy aki jó operát akar hallani, az menjen Eszterházára. És ez nem elsősorban Haydnról szólt, vagy nyilvánvalóan ő Haydn operát hallott, hanem arról a fajta kreativitásról, az zenés betanításról, a színpadra állításról, ami abban az időben nem volt olyan igényes, hogy most heteket próbáltak volna. Tehát ha végig gondoljuk ma azt, hogy például az 1770-es évek második felében például ismerjük egy egész évad tervét a Haydn zenekarának, hogy ezek mennyit dolgoztak, el se tudjuk képzelni. Tehát egy mai közalkalmazott zenekar azt tudja, hogy föláll. Tehát rettető sokat dolgoztak, nagyon sokat próbáltak, nagyon sok volt a feladat, és ennek nyilván már megvolt az a fajta minőségi gyümölcse, hogy egy világszínvonalút hoztak létre együtt, egymásért. Sajnos ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm szépen, hogy elfáradtál ide. Köszönöm, hogy nézőink is minket választottak. Viszontlátásra két hét múlva, de addig se feledjék, az állam vagyona, a nemzet vagyona, a nemzet pedig mi vagyunk. Viszontlátásra!